Na szevasztok, Tyupi vagyok. Na, csapassuk egy kis 1v1-et akkor. Továbbra is. Még elég messzi a Challenger 2, de hát előbb-utóbb csak elérem megint. Írt az egyik YouTube követő, hogyha már egyszer feljutottunk, másodjára sem lesz annyira nehéz. Megküzdök azért érte. Vagy csak én vagyok nagyon béna, nem tudom. Hát ez egy rohadt jó húzás volt, hogy újjon ki a haja. Én elpacsikoltam egy csomó elixírt neki, meg szerintem kúra sok van, úgyhogy nem állunk valami jól. Nem tudom mire várt, mi a francra várt, ezt így elrontotta. A barbárokra várt. Még nekem sem maradt így sok elixír. De legalább nem ér a házaimhoz. Én valami kínai, nagyon sok kínai van, vagy japán, vagy akármi. Hát akkor kezdjünk el gólemezni. Háza. Íj, madárka. És nincsen lövős egységem. Franc. Enne meg benneteket. Mindig majd az épület már lerendezi, de... Jó, eljátszott a Fireballját, és innentől csak bekevédenem a gólemet. Ez még talán mehet. Ó, hogy a fene egyen meg a... Rohadt idegesítő a dolog. Így meg aztán pláne. Hát nem sikerült bevédeni a gólemet. Így rosszért a házhoz. Jó Isten. Próbáljuk most kiadni a gólemet, az hátra egy kicsit. Törgősebbé tudnám tenni a meccset. Csak egy kicsit. Lehet, hogy a vizára jobban jártam volna, nem most már mindegy. Ez így sem rossz. Mindjárt a Fireball nem kellett volna a kis izét kirátszanom a bombert. Tudtam, hogy elrontom. Miért a királyomat? Miért azt? Szerinted, ha valami forró neszik az. Hé, hey, két fireball is végül van a meccsnek. Áááá, mekkora izé! Üs király, üs! Légy a harcos és a hős, és megvan! Ez az! Jó! Fú, hát ezt a meccset hoztuk a kis kínai koreai japán akármi ellen. És megint nincsen hely a izébe, a ládikákba, vagy a ládikáknál. Úgyhogy mi következik? Megint pihik. Úgyhogy a legközelebb lesz hely, akkor jön a második rész. Itt egy kis hely a ládikának, úgyhogy csapassuk. Nézzük át, hogy összejön ez a meccs is. Miguel. Ó, oh, hogy nyomod meg Miguel. Nem baj, mert a királyom majd felfogja ezt a szép nagy ütést, amire azok is lovak fog beadni. Ékem. Uff. Mondjuk nem volt le valami keveset. Nem küldöm a vizárot, mert tudja, hogy van valami fireball, vagy valami lófasz, ami engem nagyon fel fog dühíteni, úgyhogy inkább nem. Úgy a...
Jó, pedig a gólemet akartam meg kijátszani, de szerintem jól tettem, hogy nem játszottam ki. Kíváncsiak, mik vannak még a pakliába. Ezek a gólemem ellen jó lesz majd ez a sok csonti. Jó, csak egy villámja van, nincsen fireball, meg ilyesmi. Mondjuk ez jó lesz Miguel ellen. Úgyhogy szerintem becsüljük befelé a izét. Ezt a nagy izét. Gólemet. Nem jutott eszembe a neve, úgyhogy ez izé lesz most. Aminek nem jutott eszembe a neve, az izéne fogom hívni, úgyhogy ez általában beválik. Írjátok le kommentbe, ti szoktatok izének hívni akármit? Tuti, hogy szoktatok, ne kamuzzatok, kíváncsi vagyok. Hogy ez az izé meg mi? Hogy az az izé meg mi? Meg ilyenek. Tuti megy az izélés. Oh my god! Hát ezt így benyaltuk, haver! Gólem, csak megfogták ezek a sok szarra. Na mindegy. Na, az így ijászaimnak annyi. Így meg aztán pláne. Franc egyen meg. Jó, mindegy, egyenlőre nem állunk annyira rosszul, és mondom szépen. Nem akartam csúnyán mondani. Legalábbis szerintem most így, meg hogy dupla elixír van, ez nekem általában kedvez. Nem tudom miért, de valahogy ilyenkor jobban megy. Azért, mert dupla elixír van, nyilván. De mindegy. Jó, elasztott, benyalod. A Vizsárd. Jó, a dupla villám, vagyis csak sima villám, szarcsa ért, ellenem, szarcsa ért. Valamit értem úgy, de mindegy, de amúgy meg nem. Ez az a csontik se érnek most semmit, most ott az előnye nálam, és kiküld ezt a szaros izét, turkáló földi, akármit. Mindegy. Még egyelőre jók vagyunk, és nyugodtak. Mindjárt jön megint ez a torony. Így van. Mi a francia kéne csinálni? Hogy jó legyen. Mindenképpen oda. Akkor miért nem viásós? Most kéne lerohanni, de nincs egység és nincs elixír, és benyalom a répát, mert nincs. De jó helyre küldtem azt a fireballt. Bocs, haver, vezetésre állunk, mondjuk még van 2 perc, hát valamit alkotni kéne. Egyszerűen nem jutok el a házaig, de miért? Miért van ez a bénázás? Hé, az Inferno Dragon! Most már mindegy, most még küldjük a fireballt, de... Az Inferno Dragonnal talán tudnék valamit csinálni. Ez az kis bomber, ez az a bazd meg! Bomber, nem hiszem el, nem hiszem el! Egyet kéne abba a nyomajás házba lőni. És nem megy! Most végre megvan! Jó! Faszom egy sor. Thanks! Thanks, my friend Miguel! Megnyertük. Oké, egy oldal. Ládikát. És megint teli vagyunk. Na! Köszönjük, hogy itt voltatok velem. Iratkozzatok fel, ha még nem tettétek meg. Nyugodtan szóljatok barátoknak és Clash Royale rajongóknak, meg mindenkinek. Nézzétek meg a többi videómat is, van fent egy csomó. Szevasztok!